Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam: utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: láttam az égből, mint egy galamb leszállt rá a lélek, és rajta maradt. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: akire látott, hogy rászáll a lélek, és rajta maradt, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, két diáktárs hosszú idő eltelte után találkozik, két férfi, és egyik azt mondja a másiknak: azt hallottam rólad, hogy vallásos lettél. Fölötte csodálkozom ezen, hiszen te voltál az osztálynak az egyik legnagyobb gazembere, és most azt hallom rólad, hogy te vallásos lettél. És erre a másik azt válaszolja, hogy igen, az lettem. De hát tudod-e, hogy Jézus Krisztus hol született? Vagy ki volt az édesanyja? Vagy kik voltak a tanítványai? Hol élt? Válasz: nem tudom. Hát akkor ismered-e az ő csodáit? Tudod-e, hogy miket tanított? Hol tanított? Kik voltak az ő barátai? Kik voltak az ő ellenségei? A válasz: ezt sem tudom. Hát akkor mégis, hogy lettél te vallásos? Hogy lettél te hívő? Erre a férfi azt mondja: 2 évvel ezelőtt, amikor hazamentem este a munkából, a gyermekeim féltek tőlem, mert durván bántam velük. Az asszony a szomszédba szaladt, a barátaim pedig megvetettek engem. Most pedig ugyanúgy este hazatérek a munkából, a gyermekeim elém sietnek, megölelnek, a feleségem csókkal köszönt és vacsorával vár, a barátaim pedig szívesen fognak velem kezet. Megismertem Jézust, és látom a változást az életembe. És mégis hogyan történt, kérdezi a volt osztálytárs. Úgy, hogy egy napon, biztos, hogy nem véletlenül, a gondviselésnek az akaratából beléptem egy templomba, és azt hallottam: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív lakomájára az isteni bárány. Elveszi az én bűnömet egy bárány, az Isten báránya, és még meg is hív az ő lakomájára. És ez a mondat, ez hosszú időn keresztül vízhangzott bennem. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, és boldog lehetek, mert meghív az ő asztaltársaságához. Nem véletlen, úgy, ahogy nem volt véletlen a héten ünnepelt remete Szent Antal életébe, aki 20 évesen hallja a gazdag ifjúról szóló evangéliumot, és vízhangzik benne a mondat: add el, amit van, árát oszd szét, és kövess engem. És remete Szent Antalban a remetesség, a szerzeteség atyát tiszteljük.
Nem volt véletlen, hanem a gondviselés műve, hogy Ágoston, akit ma Szent Ágostonként tisztelünk, kezdetbe csak azért járt el Szent Ambrusnak a prédikációit meghallgatni, hogy a retorikai, a szónoklati fogásokat eltanulja, de egy idő után a lelki szemeivel, füleivel hallgatta Ambrust, és megtért. Nem volt véletlen, hogy Szent Ferenc, Szent Mátyás apostol ünnepén hallja az evangéliumot, és életmódot változtat. Nem volt véletlen annak a fiatal édesanyának az életében sem, aki hosszú időn át elrontotta az életét, fogalmazzunk egyszerűen, betér a templomba és csendesen ennyit mond az imába, Uram, itt vagyok. Mert Pilinszky János szavaival élve, ebben a pillanatban mi a megtestesült Isten szeretetének a nyelvét beszéljük mindannyian. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. A bárány képe, nagyon aranyos a bárányka, a vételenségnek a képe, a kiszolgáltatottságnak a szimbóluma, mégis az Isten fiát, keresztelő János a bárányhoz hasonlítja, akit leölnek, és ez az egyszerű kicsi bárány magára veszi a világ bűneit. Nekünk talán nem is olyan ellentmondásos, akik megszoktuk már az egyházi nyelvezetet, minden szent misébe halljuk, miután elimádkoztuk a mi atyánkot, kértük Jézusnak a békéjét, békével köszöntöttük egymást, kezet fogunk egymással, és utána halljuk, énekeljük, hogy íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Nekünk talán nem furcsa. Aki nem ismerős az egyházi nyelvezet, az elgondolkozik. Elgondolkozok én is, nekem mi jut eszembe, amikor hallom, vagy mondom, hogy íme az Isten báránya, ott van a kenyér színe alatt, a kehelyben lévő kicsi borban a mi Urunk Jézus Krisztus. Talán semmi sem jut eszembe, talán éppen nagy alázatosan a csengő hangjára letérdelek és meghajtom a fejemet, talán úgy vagyok, mint az a kisgyermek, aki nagymamát többször is megkérdezte a szentmisébe, hogy nagymama, nagymama, mikor fogják már énekelni azt, hogy Isten báránya? És ezt többször megkérdezi a gyermek, és a nagymama azt mondja az unokának, kisfiam, miért kérdezed azt, hogy mikor fogják énekelni az Isten bárányát? Azért, mama, mert akkor már közeledik a szentmise a végéhez, és mehetünk haza. Nekünk mi jut az eszünkbe, amikor halljuk, hogy íme az Isten báránya? Megváltó, aki azért jött, hogy helyreállítsa a mennyei atyával, fele barátaimmal, önmagammal, a teremtett világgal a kapcsolatot? Talán eszembe jut az, hogy ő az üdvözítő, aki magához akar ölelni engem a szent áldozásba. Eszembe jut az, hogy talán ő a megoldás egy kilátástalan helyzetbe, és a jövőtnek az útját mutatja. Eszembe jut-e az, hogy ő az üdvözítő, aki azért jött, hogy megváltoztassa az én életemet? Itt kezdődik a tanítványság, amikor rákérdezek arra, hogy hol lakik Jézus Krisztus, kicsoda Jézus Krisztus, és amikor megtaláltam őt, akkor hozzámegyek, nálam maradok, és hallgatom az ő tanítását. Mert napirendre térhetek e fölött is, de a mai vasárnap nekem azt üzeni, hogy álljak meg a mai evangéliumnak a képe előtt, gyönyörű kép, keresztelő János és az ő tanítványai várják, hagyják, hogy Jézus Krisztus közeledjen feléjük. Beleképzelhetem magamat ebbe a képbe, hol vagyok én ezen a képen, hogyan szemlélem én Jézus Krisztust, és kit fedezek föl. Mert ez az én tanítványságomnak a kezdete, napirendre térhetek e fölött is, de akkor valószínű, hogy az én vallásos életem, az én ima életem nem fog semmit sem hozzáadni a hétköznapi életemhez. És hogy mi a vég, mert kezdet az már megvan.
hogy mi a vég, talán ezt nem nekünk kell megválaszolni. De ott biztos, hogy egy vég van, amikor már nem tudom keresni az Úr Jézust, amikor nem tudom hallgatni őt, vagy csak megszokásból keresem és hallgatom, azonban nem engedem, hogy hatással legyen az én életemre. Mai vasárnap üzenje számunkra, hagyjam, hogy hasson rám ez az evangéliumi szakasz, képzeljem bele magamat ebbe a jelenetbe, és válaszoljam meg magam számára, hogy kicsoda az a személy, akire keresztelő János rámutatott, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában,